Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a keresztség szentségéről. Az egyház katekézisében a hitvallás magyarázatán kívül a szent jeleknek, a kegyelmileg hatékony szent jeleknek, ma úgy mondjuk a szentségeknek a magyarázata, meg az imádságnak a magyarázata, a mi atyánké, és a 10 parancsolat kifejtése szokott helyet kapni. Így van ez az ókor óta, újra és újra. Így volt a trentói zsinatot követő római katekizmusban, és így van ez a katolikus egyház katekizmusában ma is. Amikor szentségekről beszélünk, akkor a titok, a misztérium szónak a latin fordításával kínlódunk, hiszen a régi szentírás fordításokban, latin szövegekben sokszor szakramentumnak fordítják a misztériumot, máskor átírják latin betűkkel a görög szót, és így használják, tehát látszik, hogy többféle értelmezési kísérletet próbáltak ki a keresztények is. Persze a szakramentumnak volt olyan jelentése is, hogy eskü, különösen a katonai esküt szakramentum milíciénak nevezték, de persze az is egy pogány beavatási szertartás volt. Ezért ellenezte az egyház, hogy a megkeresztelt hívő ember katonai szolgálatot vállaljon a római birodalomban, egészen a 313-as úgynevezett milánói ediktumig, amikortól fogva a katonaságnak már nem volt hivatalos pogány kultusza, és nem csak a hadi jelvényeken, hanem valóságban a katonai életben is helye volt a kereszténységnek. Amikor az egyház gyakorolta a Krisztus személyére, életére, tanítására, tetteire, gesztusaira visszamenő szent cselekményeket, akkor abban a tudatban tette ezt, hogy az ő akaratát teljesíti. Ősidőktől kezdve jelen van az eukarisztia, hiszen már az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a jeruzsálemi hívek a templomban együtt imádkoztak a többiekkel, a zsidósággal, akkor még 70 előtt, a templom lerombolása előtt vagyunk, de a kenyértörést házanként végezték. Tehát a legsajátabb, legszentebb pillanata volt a közösségnek. Ugyanakkor megint csak az evangéliumokig visszamenve, Máténál azt olvassuk a missziós parancsban, hogy Jézus feltámadása után küldetést ad tanítványainak, hogy elmenve az egész világra tanítsák mind a népeket, és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát a keresztségnek a küldetése, a feladata, az már az evangélium lapjain érzékelhető. Jézus keresztségéről, a János keresztségről olvasunk már az evangéliumok kezdetén, de Márk evangéliumában is feltűnik ez. Később pedig azt találjuk Szent Pálnál, hogy a missziós út során olyanokkal találkoznak, akik elfogadják a Krisztusba vetett hitet, elfogadják Jézust messiásnak. Örömmel elhiszik a feltámadás örömhírét, de még csak János keresztségében részesültek. És erre készfeltétellel lehívják rájuk a Szent Lelket. Másutt megint azt olvassuk, hogy hát aki vízből és szentlélekből megkeresztelkedik, annak van élete. Tehát a keresztények egy már meglévő szokást vesznek át, ami a külsőségeket illeti. Hiszen ősi jelkép az, hogy a fürdés, a mosakodás, az valamiképpen a belső megtisztulásnak is a képe, és talán valamelyest az eszköze is. Hát így van ez nagyon sok vallásban, és így volt ez a zsidóságban is, a rituális fürdés, sőt, a betérő, felnőtt korban a zsidó hitre térő prozelitáknak a befogadásakor is alkalmaztak egy alámerítkezést, ami előtt még vissza is kellett nekik utasítani a pogányság és a gonoszság minden cselekedetét. Tehát a külső forma adott volt. Viszont a tartalom megváltozott, mert Jézus Krisztus nevére, azaz Jézust messiásnak megvalva, és nagyon hamar, szinte a kezdet kezdetétől az Atya, a Fiú és a Szentlélek említésével végezték a keresztelést. És hitték azt, hogy ez nem csak a testnek a lemosása, hanem egyben eltörli az ember bűneit is. Az összes bűneit, amit addig elkövetett. Sőt, a keresztelésnek és a hit megvallásának az összekapcsolása is igen korai időktől ismeretes. Magát az apostoli hitvallást is, mint tudjuk, eredetileg keresztelési hitvallásként használták.
Tehát a keresztelés előtt így kellett megvallani a hitet. Most nézzünk néhány régi szöveget, amely elmondja, hogy hogyan is történt ez a keresztelés. Az első ilyen szövegünk a Didachéból való. Ez az ókeresztény irat a második században, annak is minden valószínűség szerint az elején keletkezett. Tehát itt a keresztségről a következőt olvassuk. A keresztségre vonatkozóan pedig így kereszteljenek. Miután mindezeket előre elmondtátok, tudnélik a Krisztus eseménynek, a hitnek a lényeges igazságait, és a két útról szóló tanítás, tehát az erkölcs alapvető követelményeit, azt mondja, élő vízben kereszteljetek az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. Ha nem áll rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben, ha lehet hidegben, ha nem melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. A keresztelendő és a keresztelő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges a többiek is. A keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy vagy két napig böjtöljön. Így olvassuk tehát a Didachéban. Ez a böjt, amely a keresztséget megelőzi, azért az ördögűzéssel is kapcsolatos. Hiszen az ördögnek való ellentmondás, mint látni fogjuk, a keresztelés szertartásában is megjelenik, és azt olvassuk az evangéliumban, hogy maga Krisztus mondja a tanítványainak, miért nem tudták kiűzni az ördögöt. Hát azért, mert ez a fajta csak böjt és imádság által megy ki. A régi ördögűzési rituálékban is olvasunk erről, még a Pázmány Péter korára visszamenő esztergomi rituálékban is, ahol az ördögűzőnek először is hosszú imádsággal és böjttel kellett előkészülnie a saját feladatára. Na most nézzünk egy keresztelésről szóló szövegemléket, körülbelül 100 évvel, vagy kevesebb, mint 100 évvel későbbről, a 200-as évek elejéről. Ez a Traditio Apostolicának nevezett irat, amit minden bizonnyal a római egyház hagyományával hozhatunk összefüggésbe, bár korábban tartották úgy is, hogy először Egyiptomban alakult ki. A következő áll. Amikor a kakas megszólal, imádkozzanak először a víz fölött. Legyen olyan víz, amely forrásból folyik, emlékszünk, az előbb is élővízről beszéltünk, vagy felülről esik. Legyen így, ha csak valamilyen szükség nem áll fenn. Ha pedig a szükség tartós és sürgető, használjanak olyan vizet, amilyet találnak. A keresztelendők vetkőzzenek le, és kereszteljék meg először a gyermekeket. Mindazok pedig, akik tudnak a maguk nevében beszélni, beszéljenek. Azok helyett, akik nem tudnak a maguk nevében szólni, beszéljenek a szülők, vagy valaki a családból. Ezután kereszteljék meg a férfiakat, és végül a nőket. Ezek bontsák ki a hajukat, tegyék le arany és ezüst ékszereiket, senki se ereszkedjék le a vízbe úgy, hogy bármi idegen dolog is volna rajta. A keresztelésre kijelölt időben a püspök adjon hálát az olaj fölött, aztán tegye edénybe, ezt nevezik a hálaadás olajának. Aztán vegyen másik olajat, és mondjon felette ördögűzést. Ezt nevezik az ördögűzés olajának. Egy diákonus pedig vegye az ördögűzés olaját, és tegye a presbiter bal oldalára. Egy másik vegye a hálaadás olaját, és tegye a jobbjára. A presbiter különítse el egyenként a keresztelendőket, és parancsolja meg mindegyiknek, hogy mondjanak ellent ezekkel a szavakkal. Ellent mondok neked, sátán, és minden pompádnak és minden művednek. Miután pedig ellent mondott, kenje meg az ördögűzés olajával ezekkel a szavakkal. Minden lélek távozzék tőled. Ilyen módon adja át őt mesztelenül a püspöknek vagy a presbiternek, aki a víznél áll és keresztel. Menjen le a vízbe a keresztelendővel együtt, ugyanígy egy diakónus is. Mikor a keresztelendő lemerül a vízbe, aki keresztel, tegye rá a kezét a fejére és mondja, hiszel-e Istenben a mindenható atyában? Akit keresztelnek, mondja, hiszek. Akkor keresztelje meg először, kezét a fején tartva. Aztán kérdezze, hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki a Szentlélek által született Szűz Máriától,
és akit keresztre feszítettek Poncius Pilátus alatt, meghalt és feltámadt a harmadik napon, élőként a holtak közül, és felment a mennyekbe, és az atya jobbjára ült, s majd eljön ítélni élőket és holtakat. Mikor az, akit megkeresztelnek, azt mondja, hiszek, keresztelje meg újból. Aztán kérdezze ismét, hiszel-e a Szentlélekben, és hiszed-e a Szentegyházat és a test feltámadását? Akit keresztelnek, mondja, hiszek. Így kereszteljék meg harmadszor. Amikor kiszáll a vízből, a presbiter kenje meg a hálaadás olajával, ezekkel a szavakkal, megkenlek téged szent olajjal Jézus Krisztus nevében. Hát ilyen formán kereszteltek a 200-as évek elején, és ezeket a liturgikus szavakat megtaláljuk a mai keresztelés liturgiájában is. Tehát nagyon erőteljes, nagyon szigorú a hagyomány, és jelentőséget tulajdonít a szavak és a tettek formájának is. Azt hiszem, hogy ez alapján bátran mondhatjuk, hogy a keresztség szentsége igen alapvető volt az egyház életében a kezdet kezdetétől. Különösen az érkezők befogadása miatt. Persze fölmerült a kérdés, hogy ha egyszer a keresztség bűnbánatot jelent, és bűnbocsánatot jelent az eddigiekre nézve, akkor mi történik azzal, aki a keresztség után újra bűnöket követel? Tehát erre nézve nyilván csak a legsúlyosabb, a közismert bűnök voltak az első időkben a rendelkezések tárgyai, de hát a kérdés azért eleven volt. És volt olyan nézet, amely szerint nem lehet többet megbocsátani annak, legfeljebb majd a halál pillanatában. Mások azt mondották, hogy egyszer lehet, hiszen az apostolok bűnbocsátó hatalmat is kaptak Krisztustól, tehát a püspök egyszer feloldozhatja őket. Ezért aztán sokan bűnbánóként hosszú időt töltöttek el, mert úgy gondolták, hogy elég lesz életük vége felé majd a bocsánatot kieszközölni. Általában elég komoly vezeklést is írtak elő a számukra. Azonban elterjedt viszonylag hamar, de általánossá csak később vált, majdnem, hogy a középkor elején vált csak nyugaton is általánossá, hogy többszörösen lehetett bűnbánatot tartani és feloldozást kérni. Igaz, ezzel együtt a nyilvános és közösségi bűnbocsánatnak a szertartása lassan a gyónásnak a egyéni, személyes aktusává alakult át. Ez azonban már egy későbbi téma. A keresztséggel azonban szorosan összefügg az, hogy egyesek úgy gondolták, hogy a bűnbocsánatnak eszköze lehet, ha újra megkeresztelik az illetőt. Tehát, hogyha egy lemosással megtisztult a bűntől, újra meg kell fürödni, és akkor megint megtisztul. Na most ezt azonban az egyház erőteljesen tiltotta. Olyannyira, hogy ebben a témában vita is alakult ki például az Észak-Afrikai Egyház és Róma között. A következő volt a helyzet, ugye a donatisták vagy más eretnekek soraiban szintén voltak keresztelések, és utána áttértek a katolikus egyházba ezek az emberek, akkor az afrikaiak úgy tartották, hogy meg kell őket keresztelni. Róma viszont azt mondta, hogy ha a keresztelést megfelelő módon végezték, akkor nem szabad újra megkeresztelni, mert keresztelni csak egyszer lehet. Az afrikaiaknak a gondolkodásmódja nem volt teljesen távolálló a valóságtól. Ők ugyanis azt mondták, hogy hát a Szentlélekben történik a keresztelés. És hol él a Szentlélek? Hát az egyházban, Krisztus igaz egyházában. Ennek az alapján óckodtak attól, hogy elismerjék a keresztséget. Azonban kétségtelen az, hogy hát ezeknek az eretnek mozgalmaknak az alapítói és résztvevői is, ma úgy mondanánk, hogy szintén meg voltak keresztelve, tehát tagjai voltak az egyháznak, viszont nem voltak benne annak teljes közösségében. Hogy ennek a közösségnek, kommuniónak a mértéke, megléte vagy meg nem léte, milyen formákat öltött és hogyan tudatosult az egyház történetében, ez egy külön műsorszámot igényelhetne. Kétségtelen azonban, hogy egyértelművé vált, hogy érvényesen csak egyszer lehet keresztelni. Tehát a
bűnbánati gyakorlatnak nem az újrakeresztelés a megfelelő formája. Volt aztán még más is. Fölmerült az a kérdés, hogy lehet-e mások nevében, mások javára keresztelkedni. Tehát egy jámbor cselekedett, olyan, mintha imádkoznánk érte, halottakért való keresztelkedés. Ugye ezt már az Új Szövetség is egy helyen elutasítja, de hogy később is volt ilyen praxis, ezt megint korai zsinati kánonokból tudjuk, és azt mondta az egyház, hogy ezt nem lehet. Tehát aki egyszer keresztelés nélkül halt meg, hát lehet érte esetleg imádkozni, de az ő nevében, ő helyette, az ő javára megkeresztelkedni, ezt már nem lehet. Tehát a földi élet végével ez a lehetőség bezárul. Egyébként ugyanígy hangsúlyozni kellett azt is, mert erre is voltak kísérletek, hogy az eukarisztiát úgy tekintsék szent útravalónak, hogy a halottnak kiszolgáltatják. Tehát ezt is elutasította az egyház, mert bár az élet kenyere, de aki életében nem élt vele, az halál után már nem veheti magához. Azzal érveltek, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, vegyétek és egyétek, már pedig a halott sem venni, sem enni nem tudja az oltári szentséget. Na most visszatérve a kereszteléshöz, nagyon hamar világossá vált az, hogy a keresztség az összes szentségeknek az ajtaja. Később a középkorban a lelkipásztori kézikönyvek így is kezdik, hogy Janua Sacramentorum. Vagyis semmilyen más szentséget nem lehet érvényesen fölvenni, ha nincs az ember megkeresztelve. Nem is volt ezzel különösebb baj, mert a keresztséggel együtt beavatást végeztek. Tehát a puszta keresztség után hát sor került a Szentlélek lehívására, szent olajjal való megkenésre, amit ma úgy mondunk, hogy a bérmálás szentségét is kiszolgáltatták, és utána részt vehetett az eukarisztikus közösségben is a megkeresztelt ember, tehát a keresztség, bérmálás és az oltári szentség egyfajta szerves egységet alkotott. Ezek voltak a keresztény beavatás szentségei. Ma az egyház újra hangsúlyozza ezt, olyannyira, hogy a felnőtt kereszteléskor elő van írva, hogy egy szertartás keretén belül mindjárt meg is kell bérmálni az illetőt, és ki kell neki szolgáltatni az oltári szentséget. Ez nagyon szépen megmutatkozik mondjuk a húsvéti éjszakai szertartásban, ahol ezeket közösen és együtt végezzük. Na most mindezek alapján a keresztség egyfajta oktatást feltételezett. Már a didakéban látjuk a nyomát, hogy ha az előzőeket megtanulta. Na most annak az oktatásnak a tárgya pedig. Hát egyrészt a keresztény örömhír volt, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, aki előtte zsidó volt, annak ezt nem volt nagyon nehéz megértenie, mert várták a Messiást. Tehát a megígért Messiást ismerték föl. Az ő számukra talán a Máté evangélium lehetett a legideálisabb, mert az mindenütt utal arra, hogy hol teljesedett be az írás, az ószövetségi jövendőléseknek Jézus történetében mi felel meg. Tehát ebben az értelemben biztos, hogy ez egy oktatásnak is, egy felkészítésnek is az alapja lehetett. De mindenkinek, tehát a pogányságból megtérőknek is valamit kellett tudni erről, tehát az üdvösség történetének az előzményeiről. Honnan tudjuk ezt? Hát éppen megint a húsvéti vigília szertartásából, ahol az Ószövetségből felolvassuk azokat a szakaszokat, amelyek ennek a nagy történetnek a lépései, tehát a teremtés, a bűnbeesés, az ígéret, hogy majd megváltót küld, a vízözön története, az Egyiptomból való kivonulás története, így jutunk el egészen Krisztusnak a megváltó művéhöz. Tehát ez a fajta oktatás, ez szükséges volt a keresztelés előtt. Ugyanígy szükséges volt egy alapvető erkölcsi oktatás, és szükséges volt a jelölteknek a felülvizsgálata. Tehát nem úgy történt ez a dolog, hogy bárki, aki jött és kérte a keresztséget, az néhány alkalommal végzett oktatás után ezt el is nyerhette. Hanem meg kellett vizsgálni az életkörülményeit, az életállapotát, nem is a múltját, mert azt megvallotta és megbánta, ha bűnös volt, hanem a jelenét. Tehát, hogy milyen foglalkozások azok, amelyek a keresztény életmóddal összeegyeztethetetlenek. Ezekre az esetekre pedig az volt a szabály, megint csak akár a tradíció apostolikában, hogy vagy hagyjon fel vele, vagy ne kereszteljék meg. Most mik voltak ilyen foglalkozások? Hát természetesen mondjuk az, aki prostituáltakat futtatott, vagy ő maga volt prostituált, vagy
gladiátor játékokat rendezett, ugye, tehát mások életével kereste a pénzét. Aztán olyanok, akik a közhatalmat gyakorolták. Tehát azok a magasabb állami tisztviselők, akik életről és halálról döntöttek a pogány római birodalom szervezetén belül. Ugyanígy a katonák. Tehát ugye a katonának mondhatta azt, ha már egyszer benne volt a szolgálatban, hogy ne öljön meg senkit, és ne tegyen pogány katonai esküt. Hát ha ezt a hadsereg eltűrte. Ugye? Ilyen esetekben tehát nehéz volt a keresztelésnek az előfeltételét teljesíteni. Hasonlóképpen hát megvizsgálták az életmódját is az illetőnek, és ebben is voltak követelmények. Tehát egyfajta rendezett életmód azért meg volt szabva, vagy elő volt írva, és ezt, hogy mi volt ennek a tartalma, ezt látjuk ebből a két útról szóló tanításból, ami már a Didakéban is megvan, de még a későbbi ilyen állapostoli művekben is elő-elő bukkan. Erről pedig ma mindenki azt állítja, hogy alapvető részében a zsidó missziónak, tehát a pogány prozeliták között végzett, és még a zsidó vallás javára végzett missziós tevékenységnek az oktatói anyagához tartozott. Na ezt vették át, és fejlesztették tovább most már Krisztus fényében a keresztények. Ebben gyakorlatilag a 10 parancsnak az alapkövetelményei vannak benne, de lebontva az emberi életvédelmére, a tulajdonra, az igazmondásra, tehát gyakorlatilag az alapkövetelmények. Ez előzetes felkészítés volt, ezt az életformát vállalni kellett annak, aki a keresztséget kérte. De ezzel persze a hitnek az összes titkába még nem kapott bevezetést. Nem is volt ez a szándék, hanem a keresztelés után került sor az úgynevezett misztagógiára, tehát a misztériumokba való részletes beavatásra, vagyis a többi szentségeknek a magyarázatára, kifejtésére, főleg az eukarisztiájára. Ezt nagyon szépen látjuk például Szent Ambrusnak a műveiben, akinek külön van katekétikai és misztagógiai munkája. Tehát a misztagógia az már az újonnan megkereszteltek számára készült. Tehát a keresztelés után. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos kérdés, hogy Krisztus titkainak a megértése az igazán a kegyelem segítségével valósul meg, és ez a kegyelem a keresztséggel érkezik meg az ember lelkébe olyan mértékig, hogy utána valóban belsővé tehesse a hitnek a többi titkait. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyház nem engedi meg a többi szentség kiszolgáltatását annak, aki nincs megkeresztelve, hanem ez a lélek belső dinamikájából fakad. Úgyhogy ebben az értelemben is egyfajta fordulópont a keresztség a hithöz vezető úton. Tehát nem a hit teljes gazdagságának a ismerete és gyakorlása után keresztelkedik meg az ember, hanem az alapelemek elfogadása után jön a keresztség, majd az ott kapott kegyelem segítségével mélyítjük el a hitünket és a keresztény életünket. Ez pedig ma is aktuális, ezért van az, hogy felnőtt keresztelendők esetén a szentség kiszolgáltatásával nem ér minden véget, hanem van felnőtt katekézis, vannak bibliaórák, vannak olyan alkalmak, amikor a kis közösségekben is tanulmányozzák Krisztusnak a tanítását, azért, hogy közösségileg is jobban megéljék azt. Köszönjük szépen az elhangzottakat!